ismét megrendezte télűző eseményét a bátaszéki óvoda a helyi piac téren. A kicsik kereplővel és busókkal karöltve érkeztek a helyszínre. A programra idén is sokan ellátogattak, kicsik és nagyok egyaránt. A magyar busójárás több száz éves múltra tekint vissza. Farsang idején az emberek búcsút intenek a télnek, a busók pedig elriasztják a hideg időt. Simon Csabáni intézményvezető elmondása szerint ez már több éves hagyomány az óvodában. Ilyenkor a gyerekek a szülőkkel együtt ünnepelhetnek. Mondhatom, hogy hagyomány, néhány évvel ezelőtt kezdtük el, aztán az elmúlt évben ugye sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé, de idén úgy gondoltuk, hogy most már talán ilyen szabadtéri rendezvényt megtarthatunk. Hívtuk a szülőket, én úgy gondolom, hogy nagyon örültek a szülők ennek a találkozásnak, mert tulajdonképpen az ősztől, tehát ez a téli időszak azzal telt, hogy nem tudtak bejönni az épületbe, csak a kapuig, az udvaron találkozhattak a gyerekekkel, meg hát az óvónőkkel. Úgyhogy ez egyfajta felszabadulás. Várjuk a farsangot. Igazából ez a farsangi hét, a farsangi időszak nagyon nagy élmény az óvodásaink életében, de gondolom, hogy valamennyi kisgyermek életében. Már tulajdonképpen ez a hét már a farsang jegyében telik. Készülünk a pénteki igazi jelmezbárra. Tegnapi nap a gyerekek elkészítették a kiszebábjaikat, ráírták az óvónénik azokat a dolgokat, amiket ugye szeretnének megszüntetni a gyerekek, hogy úgy mondjam, várjuk a tavaszt. Ugye a mai nap pedig busójelmezbe öltözött fiatalokkal sétáltunk ide a piactérre. Bár szerették volna, de sajnos az időjárás nem tette lehetővé, hogy valamennyi kiszabábot elégessenek, mondja az intézményvezető. Viszont a héten majd valamelyik nap ezt pótolni fogjuk. A holnapi nap a német nemzetiségi csoportok farsangjával fog telni. Ők tánccal készültek, az aulában, bent az épületben fogjuk ezt fogják bemutatni, illetve hát a többi csoportnak is csoporttal együtt táncolni. Aztán, mint mondtam, pénteken lesz a nagy nap, amikor hát minden csoport beöltözik jelmezbe, és az egész nap ezzel a farsangolással fog telni számukra.